A műsor támogatója a Movar Print. A műsor fő támogatója a Dudu Taxi és Transfer. Koronavírus ide, koronavírus oda, szerencsére a Magyar Falu program működik, él, és szerencsére a környező településeink sikeresen pályáznak. Ezúttal Darnózselén vagyunk, ahol közel 15 millió forintot sikerült elnyerniük az óvoda felújítására. Nem ebbe akartunk indulni, de közben fölmerült egy nagyon nagy probléma. Az elektromos hálózat teljes egészében csődöt mondott, a központi fűtés csődöt mondott. Idején sem meg tudtunk valósítani egy-két dolgot, de ez ma teljes felújítást igényelne, és ekkor döntöttünk és megbeszéltük itt a képviselőkkel, hogy teljes egészében hátat fordítani a korábbi elképzelésünknek. Nem temető, ravatalozó, nem urnafal, hanem már pedig most ott óvodának, ami belefér. Hát ez durván 15 millió forint, 14,8 millió 1-2 forint híján. És tegnap kaptuk a hírt, hogy a pályázatunk pozitív elbírálást kapott, úgyhogy a kivitei tervek már elkészültek még a pályázatra. Úgyhogy ezzel tudunk is mindjárt indulni, és amint a rendő kivitelező ezt tudja vállalni, azonnal is kezdődnek a munkátok. Most már nagyon-nagyon aktuális a mosdóknak, illetve a fűtésnek a korszerűsítése, valamint a villanyhálózatnak is, ugyanis egyre több kommunikációs eszközöket, illetve gépeket használunk, ami már nem viseli el a jelenlegi terhelését a villanyhálózatnak, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk ennek a megnyert pályázatnak, reméljük, hogy minél hamarabb meg is valósul. Várhatóan tavasszal fog elindulni, párhuzamosan szeretnénk megcsinálni az iskolával. Iskola mondjuk most már nem a mi részünk, úgy most fejeződött be az iskola felújítás, ebben nekünk 140 millió forintunk támogatás volt benne, és 50 milliót mi tettünk melléje. Ezzel a központi fűtéseket és a külső burkolást tudtuk megvalósítani, de a Klik egy EPOP-os pályázaton közel 300 milliót nyert, ezzel pedig a teljes elektromos hálózatnak a felújítása fog megtörténni, valamennyi vizesboltnak a teljes felújítása, egy új épületszárnyal, valamint egy sportudvarral, egy műfüves focipálya, illetve több szél focipályának a kialakításával. Tehát amikor ezek a munkátok elindulnak, ez augusztus-áprilisban fog elindulni, várhatóan előbb nyilvános tudunk elindulni, azokat a munkátokat tudjuk folyamatosan elvégezni, amivel az oktatási szolgálmi időszakot nem tudjuk akadályozni, és az esetleges nyári leállás, ne pedig a legdurvábbat, ami aztán falakbontásával jár, az pedig ugye a WC-k, illetve a teljes elektromos áthúza. Idősebbek tudják mi az, hogy MN-fali kábel, itt még az van a épületben, nagyon sok helyen, úgyhogy így gyakorlatilag le kell verni a vakolatot. Csövezni kell, tehát újra kell húzni a vezetékeket, új vezetékeket behelyezni. Hát jelen pillanatban, és ezt akkor tudnánk majd megcsinálni, és remélhetőleg, ha minden úgy lesz, akkor talán az iskolátadással párhuzamosan valamikor az új 2021-22-es tanévnek a nyitásakor erre is sor kerülhet az átadásra.